A Christ Embassyhoz tartozni többet jelent, mint egy gyülekezethez tartozni. Többet jelent egy gyülekezetnél, egy látás. És amikor imádod Istent a Christ Embassyban, többet megtanulsz a puszta betűknél, veszed az ige szellemét. És ami még több, hogy Isten szelleme megragadja az életedet, majd az ő látása valóságossá válik. És nem csupán számodra, hanem olyan módon valóságossá teszi számodra a látását, hogy mások is valóságosan megismerik Isten igéjét azáltal, hogy látják Isten igéjét megnyilvánulni az életedben nap mint nap. És ez az, amit mi teszünk. Megosztjuk Isten igéjét nap mint nap, amint szolgálunk. Isten igéje gyökeret ver mindenkiben, és ezután pontossá azzá válsz, akivé Isten akarja, hogy válj. Ezért szeretem, ha az emberek a Christ Embassyba jönnek. Ezért hívom meg őket, mert olyas valami részévé válnak, ami több egy gyülekezetnél, egy látás részévé válnak. Isten látásának a részévé. Isten igéje fontos. Ne vedd félvárról. Tudod, szellemi lények vagyunk. Halljátok, amit mondtam? Szellemi lények vagyunk. Nem közönséges teremtmények vagyunk, szellemi lények vagyunk. Valójában az egyetlen módja annak, hogy megélhessük a bennünk levő potenciál teljességét, az az, ha Isten igéje szerint élünk, mert Isten igéje által teremtettünk. Érted ezt? Isten igéje által teremtettünk. Az egyetlen mód tehát, ahogyan valójában élhetünk, ha Isten igéje által élünk. Félreértés ne essék, a kereszténység nem vallás. Túl sokan úgy bánnak a kereszténységgel, mint vallással. Nem vallás. A Biblia azt mondja, hogy az igazi vallás az a kereszténységben, amikor az árvákat és az özvegyeket meglátogatjuk, és az ő segítségükre szolgálunk a szenvedéseikben. Ennyi az összes vallás, ami a kereszténységben található. Az igazi vallás tehát csak egy része a kereszténységnek. A kereszténység nem vallás. A kereszténység az isteni élet egy emberi lényben. Az isteni élet megélése ebben a világban. Ez az igazság. Halleluja. Dicsőség Istennek örökké. Halleluja. Az egyik dolog, amit meg kell tanulnod, miután újjászülettél, hogy hogyan használd, amit Isten neked adott. Látod? Először is ismerned kell a jogaidat. Tudnod kell, mi az, ami a tiéd. Ismerned kell a jogaidat. Ha tudatlan vagy, szenvedni fogsz. Na most, Isten azt mondta nekünk az ő igéjében, elvész az én népem, mivel hogy tudomány nélkül való. Isten népe szenved, mivel hogy tudomány nélkül való. És itt nem olyan tudományról beszél, mint a kémia, vagy fizika, vagy történelem, vagy földrajz, és így tovább. Szellemi tudományról beszél. Szellemi tudományról. És tudod, néha sokan olvassák a Bibliát, majd azt mondják nekünk, a Bibliát emberi szóhasználat szerint kell értelmezni. Azt gondolják tehát, hogy a Bibliában minden szellemi dolog pusztán átvitt értelmű, jelképes, de nem értik, hogy a szellemvilág valóságosan létezik. Testvéreim, létezik egy valóságos szellemvilág, ahová mi tartozunk. Létezik. Itt van most. És elmondhatok valamit? Nem a Föld foglalja magában a szellemvilágot, hanem a szellemvilág foglalja magában a Földet. Gyerünk. A Föld nem az univerzum része?
Tudsz mindenről, ami az univerzumban van? Van a látható, és van a láthatatlan. A Biblia azt mondja, Isten szellem. Ő szellem. És amikor olvasod az 1 Mózes első fejezetét az első verstől, azt mondja, kezdetben teremté Isten az eget és a földet. Kezdetben Isten megteremtette az eget és a földet. Ez azt feltételezi, hogy Isten létezett a kezdet előtt. Mert a föld előtt is létezett a kezdetben. És kezdetben ő volt, és ő teremtett. Szóval ő létezett a kezdet előtt, és létezett a föld előtt. És Isten szellem. Ez tehát azt jelenti, hogy a szellemvilágból állt elő a fizikai világ. Ami azt jelenti, a szellemvilág nagyobb, mint a fizikai világ. Mert az hozta létre a fizikai világot. Mert Isten szellem. Szóval egy szellemi lény, a mindenható Isten volt az, aki megteremtette a fizikai világot. Tehát a nagyobb magában foglalja a kisebbet. Dicsőség az Úrnak! Hey! Felfogtad ezt? És a szellemvilágban vannak szellemi irányok, földrajzi elhelyezkedések. Például Jézus azt mondta, én felülről való vagyok. Majd azt mondta, az Atya felülről való. És minden alkalommal, amikor a mennyről és az Atyáról beszélt, a felül szót használta. Ez egy földrajzi irány. Érted ezt? És a Biblia azt mondja, alant a sír, az angolban alant a pokol. Szóval a pokol alul van. Miről beszélte át itt? Ez azt jelenti a föld felett? Azt jelenti, hogy a föld alatt? Megmutatja, hogy mi nem olyan szinten látjuk a földet, ahogyan Isten látja azt. Te egy fizikai földet látsz, egy földgömböt. Azt mondják, a föld gömb alakú. Egy földgömböt látsz, és az emberek szanaszét vannak rajta. Néhányan teljesen ellentétes irányban állnak rajta, a fejük tetején állnak, ugye? A világ másik oldalán. Amikor tehát mi azt mondjuk fent, és ők ott lent azt mondják fent, mi ebbe az irányba mutatunk, ők pedig abba az irányba mutatnak. De Isten tudat velünk valamit. A földet magában foglalja a szellemvilág, körülveszi azt. És Isten úgy viszonyul az emberhez, mint szellemi lényhez. Létezik a külső ember, és létezik a belső ember. A külső ember az, akit látsz. A külső ember ül most a széken. Létezik a belső ember. A belső ember a valódi ember. A belső ember a valódi éned. Az a szellemi ember. A tested az otthonod. Ahol laksz, ahol lakozol. Ezt mondja a Biblia. Amikor tanulmányozod a 2. Korintus 5. fejezetét, beszél róla, hogy a tested az otthonod. Ez a hely, ahol laksz. Ezért van az, hogy amikor az ember meghal, még ha nincs is fizikai bizonyítéka semmilyen sérülésnek, az egész teste egészséges, minden jól működik, és tudod, néha még az orvosok is azt mondják, hogy nem tudjuk, mi történt ezzel az emberrel. Nem tudjuk megmondani, nem szenvedett betegségben, semmilyenben, és az az ember most halott. Mi történt vele? A belső ember távozott a testéből. A szellemi ember távozott. És a szellemi ember a valódi ember. A fizikai test csak egy ház.
És olyan sokan vannak, akik nagyon sok időt fordítanak, és nagyon sok pénzt költenek arra, hogy képezzék az agyukat, hogy képezzék az elméjüket. És iskolába járnak, a legtöbben rossz iskolát választottak. Ez az igazság. Sokan közülük rossz iskolába jártak. Megtudhatod a cselekedeteikből. Gyerünk, beszéljetek hozzám. Kész, káosz, minden, ami őket illeti. Szóval elmondhatod, rossz iskolába jártak. Dicsőség Istennek. Minden bizonnyal, még az egyetemi professzorok sem képeznek kivételt. A legtöbb közülük rossz iskolába járt, mert sok dolguk zűrzavarban van. Szóval, képezik az elméjüket, néhányan a testükre vesztegetik az idejüket. Szakadatlanul azon vannak, hogy fizikailag fittek legyenek. Mindez rendben van egy bizonyos pontig, de ők túlmennek ezen, és V-alakú hátat akarnak, vagy át, nem tudom, attól függően, hogy mit akarnak, tudod, mindenféle dolgot. Néhányuknak nagyon izmos testük lett. Valakik pedig vékonyak akarnak lenni. Tudod, tehát az emberek mindenféle formájúak és méretűek szeretnének lenni. De hányan szentelnek ugyanannyi időt? Valójában még többet kellene, de hányan szentelnek legalább ugyanannyi időt a szellemük fejlesztésére? És a szellemük a valódi ember, nem a fizikai test a valódi ember. Naponta háromszor étkezel, néhányan négyszer vagy ötször is. Mindenféle szerkentyűd van, amelyek segítik a fizikai gyakorlataidat, de elfelejted a Bibliádat vasárnap reggelig. Néhányan még vasárnap reggel sem viszik magukkal, és én most mindjárt elkaplak téged. A szellemed a valódi ember. Dicsőség Istennek. Mondd a melletted ülőnek, a szellemed a valódi ember. Tudod, testvérem, a siker vagy a kudarc a szellemünkben van. Mit használ az embernek, ha olyan nagy emberré válik? 10 diplomát szerez. 5 doktorit és DDD-t, és semmi gond sincs, ha tanulni akarsz, majd tovább megy és baseball játékos lesz, majd birkózó lesz, és utána boxol, majd jó lesz a füves pályás teniszben. Képzelj el 5-10 dolgot. Ő szuper. Mindent megtett, mindent tud. Tudod mit? Egy napon eltávozik majd ebből a világból, és mindaz, amit itt hagyott, történelem lesz. Milyen hatást gyakorolt az emberek életében? Másodszor, mit mond majd a teremtőjének? És a Biblia azt mondja, emlékezzél meg a te teremtődről, a te ifjúságodnak idejében. És abban az időben az ifjú körülbelül 60 éves is lehetett. Itt vagytok még? Tehát, ha 60 éves lennél, akkor még mindig fiatalnak számítanál. És tudod, az ember élettartama egyre rövidebb és rövidebb, és rövidebb és rövidebb lett. Tudod miért? Tudod, hogy az emberek miért nem élnek olyan sokáig, mint régen? Felfogtad, hogy az emberek nem élnek annyi ideig, mint régen? Miért? Isten megváltozott volna? Nem.
Az emberek folyamatosan új bűnöket találtak ki. Igen, és a bűn lerövidíti az ember életét. A világ tele van bűnnel, és folyamatosan újfajta bűnöket találnak ki. És minél több bűnt kitalálnak, az ember élettartama annál rövidebbé válik. Dicsőség Istennek! De amit most akarok neked mutatni, a mai témával kapcsolatban, az az, hogy mihez kell kezdened az életeddel Isten igéje alapján, és hogyan élhetsz boldogan, beteljesülten, örömteljesen, Istennel járva. Dicsőség Istennek! Halleluja! Halleluja! Nem kell várnod, hogy elérd a 90 éves kort ahhoz, hogy visszanézhess, és azt mondhass, nézzük, hogy sikeres voltam-e. Nem! Sikeres lehetsz az életed minden szakaszában. A siker jelen idejű élet. Rendben? A siker jelen idejű élet. Nem történelem. Jelen idejű élet. És tudod, amikor a Biblia beszél a sikerről, akkor állandó sikerről beszél. Állandó sikerről. Nem arról, hogy egyszer fent, egyszer lent. Az emberek többsége fel-le bukdácsol. És tudod, ez a története a legtöbb embernek a világban. Fel-le bukdácsolnak. Sok voltam van az életükben. Voltam, és így tovább. Volt, és így tovább. Volt, régen. Dicsőség az Úrnak. Az életed beteljesedettebb lehetne ennél. Amen. Miért történnek dolgok különböző emberekkel, és miért különösen Isten gyermekeivel? Valaki azt mondta, a főnök utazott. 15 emberrel. Hárman meghaltak, és pont az a három ember volt újjászületve. A másik 12 még csak nem is ismerte Istent. Miért halt meg az a három ember? Nem tudok választ adni minden kérdésre, mert Istennél van az összes válasz, és többet kell tanulmányoznunk az igét, hogy rájöjjünk mindarra, amit még nem tudunk. De minden bizonnyal meg kell értenünk valamit Istennel kapcsolatban, mégpedig azt, hogy a Biblia azt mondja, Isten jó. Ennek bele kell gyökereznie a szívedbe. Isten jó. Örökre vésd a szívedbe. Isten jó. Mondd velem, Isten jó. Mondd újra. Isten jó. Rendben. Valakinek született egy gyermeke. A gyermek 3 esztendős lett. Egyik este lefeküdt, és reggel nem kelt fel. Meghalt. Valaki azt mondta, nos, Isten rejtélyes módokon cselekszik. Soha nem tudhatjuk Isten akaratát. Az Úr adott, és az Úr elvett. Áldott legyen az Úr neve, és ez egy pofon Isten arcára. A Biblia azt mondja, Isten jó. Hogyan is engedné meg, hogy egy nő 9 hónapon keresztül kihordja a terhességét, életet adjon egy gyermeknek, 3 éven keresztül a gyermekével legyen, majd jönne, mint egy sólyom, és éjszaka elragadná a gyermeket. Milyen jó Isten ez? Úgy gondolod, Isten szereti látni, ha az emberek gyászolnak? Milyen jó Isten lenne ez? Azt mondják, nos, nem tudjuk értelmezni. Ez az ördög hazugsága. Az ördög ezt elhitette sok keresztjénnel olyan hosszú ideig. Nem ismerik be, hogy nincs ismeretük. Azt akarják hinni, hogy ez a mindenható Isten, mivel mi nem állhatunk ellene, nem tudjuk honnan jön, Isten titokzatos, azt mondják, Isten gyilkossá vált. Milyen Isten szolgálsz te? Én olyan Isten szolgálok, aki elküldte Jézust ebbe a világba.
hogy meghaljon értünk. És példát adott nekünk. Jézus szíve megindult, amikor látta az özvegyasszonyt, akinek a fia, az egyetlen fia, meghalt. Jézus megindult. Pont útban volt valahová, amikor meglátta az özvegyasszonyt, és megállt. Odament, és feltámasztotta az embert, a fiatal embert, az özvegyasszony fiát, és visszaadta őt neki. Én ezt az Istent szolgálom. Azt, akit vádoltak, amikor a nemes ember azt mondta, a leányom haldoklik. Kérlek, gyere és segíts rajtam. Jairus! Meghívta Jézust. Kérlek, gyere és segíts rajtam. Jézus nem volt túl elfoglalt hozzá. Azt mondta, rendben, elmegyek veled. És feltámasztotta azt a kislányt a halálból. Még a nemes ember fia is, egy másik, aki beteg volt és haldoklott. Jézus szólt hozzá. Megindult rajta. Egy szegény asszony haldoklott. Korábban gazdag volt, de minden pénzét az orvosokra költötte 12 hosszú éven keresztül, és elszegényedett, mert fizetnie kellett az orvosokat. Ezt mondja a Biblia. Eljött és megérintette Jézust. Meggyógyult. De volt még valami több. Jézus magához hívta, és teljesítette. A 10 leprás Jézushoz jött. Kiközösítettek voltak, kiáltottak, Dávid fia, könyörülj rajtunk! Jézus meggyógyította őket. Új testet adott nekik. Még a csonkák is meggyógyultak, akik elveszítették a végtagjaikat. Meggyógyultak. Én ezt az Isten szolgálom, akinek a szíve megindult Lázár sírjánál. A Biblia azt mondja, Jézus sírt! Megindulásában sírni kezdett. Majd odament a sír bejáratához, és így kiáltott, Lázár, jöjj ki! A Biblia azt mondja, a halott kijött a sírból. Én ezt az Isten szolgálom. Érted? Én ebben az Istenben hiszek. A Biblia azt mondja, aki ne tudna megindulni a gyarlóságainkon, megindul rajtuk. Én ezt az Isten szolgálom. Egy olyan Istent, akinek a szíve megindul, amikor valaki elveszíti a munkahelyét. Megindul. Én egy ilyen Istent szolgálok. De tudod, sokunknak mindenre van válasza. Ó, igen, igen, Isten titokzatos módon cselekszik, elvette a munkahelyedet. Igen, elveszi a munkahelyiket, elveszi a férjeiket, elveszi a feleségeiket és gyermekeiket, mindenkit megöl, és azt mondják, Isten cselekszi ezt, igen, a mennybe viszi őket, mert nagyobb népességre van szüksége a mennyben. Milyen Isten szolgálsz? Néhányan azt mondják, a gyógyulás most már nem működik. Többé már nincsenek valódi csodák. Ha, köszönöm a bejelentésedet, hogy Isten megváltozott. Isten szeretetteljes volt azokban a napokban. Miért gyógyította meg őket? Mert szerette őket. Ezért gyógyította meg őket. Azt mondod, Isten megváltozott? Milyen fajta Isten szolgálsz? Isten azt mondja, elvész az én népem, mivel tudomány nélkül való. A Biblia azt mondja, Isten felemeli a szegényt a porból. Én ezt az Isten szolgálom. Isten nem akarja, hogy a porban dagonyáz. Ő kiemel téged. Megtisztít téged. Egy herceggé tesz téged, dicsőség Istennek. Én ezt az Isten szolgálom. Halleluja! Példabeszédek. Első fejezet. And verse 33. 33. vers. Tudod, hogy hűséges lehet, figyelj rám, a hit és a hűség nem ugyanaz a dolog. Hey, nézd fel most! Hadd mondjam el újra, a hit és a hűség nem ugyanaz a dolog. Hello, hello, hello! Elmondjuk újra, a hit és a hűség nem ugyanaz a dolog. Isten gyermekei közül túl sokan összekeverték a hűséget a hittel. A hűség Isten szolgálatáról szól. Jössz Isten házába, teszed Isten dolgait, amelyekről Isten azt mondja, hogy tegyük őket. Elmész evangelizálni, lelkeket nyersz. Imádkozol.
Álhatatosan. Erőteljes közbenjáró vagy. Még csak nem is vétkezel. Hűséges vagy. Megbízható vagy. Mindazt, amit rád bíznak, tökéletesen elvégzed. Szavahihető vagy. Ez jelenti a hűség. Számíthatnak rád. És sok ilyen keresztjén van. És mivel nem értik, hogy miért történnek ezek a dolgok velem, miért? Az ördög ellopta a családomat. Miért? Tudni akarják miért. Hűséges voltam Istenhez, és tizedeltem, adakoztam, megtettem ezt és ezt, hűséges vagyok Istenhez, még mi az, amit nem tettem meg? És sírnak, és összetörnek. És miért? Az elmúlt 55 évben szolgáltam Istent. Miért? Miért történik ez velem? Miért? Azt mondják, miért tette Isten ezt velem? Miért? A mennyben a legnépszerűbb kérdés, miért? Miért? Ó, Istenem, miért? 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 Az egész ház leégett. Miért? Az egész életem. Ó, minden tönkrement. Miért? Ott vagyok kint, végig is szolgálom Istent. Azt vártam, hogy ő Isten majd gondoskodik rólam, és mindenről, ami az enyém onnan. Azt teszem, amit Isten akar, hogy tegyek. Isten miért nem őrizte meg a dolgokat, amelyeket ott kellett hagynom? Miért? Néhányan megbetegszenek, és kérdezik Istent. Miért? Miért vagyok beteg? Szolgálok téged. Mindent megteszek, amit akarsz. Miért vagyok beteg? Ó, miért? Miért? Mondja valaki, miért? Elmondom neked miért. A hűség és a hit nem ugyanaz a dolog. Nem ugyanaz a dolog. A hűség jó, és tiszteletre méltó, és szükséges, de nem fogja helyettesíteni a hitet. A Biblia azt mondja a Zsidó 11.6-ban, hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Nem azt mondja, hogy hűség nélkül, hanem azt mondja, hogy hit nélkül. A hit egy szükségszerű követelmény. Úgy hangzik, mintha szószaporítás lenne, de nyomatékosítani akarja azt a szót. Rendben. Velem vagytok? Tartsd ezt az eszedben, és közben nézzük meg a példabeszédek első fejezetét, olvassuk el a 33. verset. Köszönöm, Úr Jézus! Ó, halleluja! Aki pedig hallgat engem, hallod ezt? Mit ért az alatt, hogy hallgatni? Egyszerűen azt jelenti, hallgatni azért, hogy megcselekedhesd. Hallgatni, hogy utána megcselekedhesd. Ezt jelenti a hallgatni. Hallgatni, hogy megcselekedhesd. Nem csak hallgatni. A megcselekvés céljából hallgatni őt. Szóval azt mondja, aki pedig hallgat engem, lakozik bátorságban, azaz biztonságban, és csendes lesz a gonosznak félelmétől. Jelöljétek be magatoknak ezt az igeverset. Nagyon-nagyon fontos. Azt mondja, bárki, aki hallgat engem, lakozik biztonságban, lakozik biztonságban, és csendes lesz a gonosznak félelmétől. A baj félelmétől. A gonosznak félelmétől. A pusztulás, rombolás félelmétől.
Aki pedig hallgat engem. És azt mondtam, a hallgatni azt jelenti, hallgatni, hogy megtedd. Hallgatni, hogy megtedd. A cselekvés céljából hallgatni. Mondjad, hallgatom őt, hogy megtegyem, amit mond. Nagyszerű. Ezt mondta Isten, aki pedig hallgat engem, lakozik biztonságban, és csendes lesz a gonosznak félelmétől. Most jelöljétek be egy, hallgatni Istenre, biztonságban lakozni, és csendesnek lenni a gonosznak félelmétől. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak. Halleluja! Na most, emlékszel a gazdag fiatalemberre? A Bibliából, aki odament Jézushoz, és azt mondta, Mester, mi jót cselekedjek, hogy örök életet nyerjek? És Jézus így felelt, ismered a parancsolatokat, ne tedd ezt és ezt, tedd ezt és ezt, és így tovább. Majd a fiatalember mondott valamit, figyelj, gazdag volt, rendben? És odament Jézushoz, is azt mondta, mi jót cselekedjek, hogy örök életet nyerjek? És Jézus felvetette neki a parancsolatokat. Azt mondta, ismered a parancsolatokat, cseleked meg őket. És a fiatalember így szólt, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Ezért vált gazdaggá. Hé, gyerünk, gyerünk! Követsz engem? Ezért vált gazdaggá. Azt mondta Jézusnak, és nem hazudott. Jézus elmondta a parancsolatokat, menj és tartsd meg ezeket a parancsolatokat, és élni fogsz. És ő azt mondta, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. És Mózes törvénye szerint, ha megtartottad az összes parancsolatot, Isten gazdaggá tett téged. Szóval gazdag volt, mivel megtartotta a parancsolatokat. És van egy okom, amiért ezt elmondom neked. Rendben. Na most, Isten azt mondta, aki pedig hallgat engem, lakozik biztonságban, és csendes lesz a gonosznak félelmétől. Dicsőség az Úrnak. Jól van. Most látogassuk meg Jób nagybácsit. Készen állsz, hogy meglátogassuk Jób testvért? Rendben, lapozzunk oda Jób könyve. Ismered a történetét. Egy napon történt valami, az összes gyermekét elveszítette egy pillanat alatt. Legközelebb az egész vállalkozását elveszítette, hirtelen egy csapásra. Elveszítette a családját, elveszítette a vállalkozását, csak a felesége maradt. Minden vagyona elveszett egy pillanat alatt. Még a házak is összedőltek. Elveszítette az ingatlanját. Hirtelen, egy csapásra. Úgy értem, amikor az ördög felbukkan, testvérem, nem lehet megmondani, milyen messzire megy el, ha engeded neki. Figyelj, figyelj, és hadd mondjam el neked. Az ördög nem sajnál senkit. Ha elvesz valamit, jön a következőért. És minél hamarabb felismered, mi történik veled, és minél hamarabb megállítod az ördögöt, annál jobban jársz. Látod, 7 gyermeke volt. Az ördög elvette az egyiket, és jött a következőért. Nevet könnyedén. Az ördög nem akar leállni. Hello? Hello, hello, hello. Rendben. Jób. Ott vagytok Jób könyvénél? Elmondtam, hogyan veszítette el mindent. Most gyerünk, derítsük ki, mi volt Jób problémája. Miért veszítette el Jób a vállalkozását? Miért veszítette el Jób a családját? Miért történt mindez Jóbbal? Egy csapásra! Jób könyve, 3. fejezet. I
Akarom, hogy lássátok azt az életet, amelyet ez a hűséges ember élt, mert hűséges volt Istenhez. Jobb hűséges ember volt. Akarom, hogy lássátok azt a fajta életet, amelyet a hűséges Úr élt. Tudod, amikor látunk hűséges embereket, soha nem tudjuk megmondani, hogy valójában milyen életet folytatnak. Mert annyira hűségesek, úgy értem, úgy öltöznek, mint a keresztények, szépen beszélnek, kedvesen, vallásosan, úgy értem, egyszerűen klasszak. Ez olyan, amikor látsz egy házaspárt, akik népi egyenruhát viselnek. Azt gondolod, ez azt jelenti, hogy egységben vannak. Nem, lehet, hogy közben harcolnak egymással. A népi egyenruha csak másoknak szól. Tudod, miről beszélek? Nem vagyok az egyenruhák ellen. Hordjátok őket, szépek, színesek. De ez nem azt jelenti, hogyha ugyanolyan ruhát viseltek, akkor egy a szívetek is. Dicsőség Istennek! Rendben. 25. vers, Jób 3. fejezetéből. Amikor Jób mindent elveszített, itt van, hogy mit mondott, és itt megláthatjuk, ki volt Jób valójában belülről. Azt mondta, mert amitől remegve remegtem, remegve féltem, az jöver rám, és amitől rettegtem, az esik rajtam. Álljunk meg itt. Jób a félelem professzora volt. Nem viccelek. A félelem szakértője volt, úgy értem, jó volt benne. Valakik jók a félelemben. Hányan akarjátok tudni a félelem definícióját? Ők ezek az emberek. Jób ilyen volt, azt mondta, remegve féltem. Amitől remegve féltem, tehát minden alkalommal, amikor Isten megáldotta Jákobot, Jób félelemben élt. Mi a félelem? A hit ellentéte. Jób hűséges volt, de nem volt hite. Mert a félelem és a hit nem működik együtt. Érted? A félelem negatív hit. A félelem valójában hitet jelent az ellenség képességében, ahelyett, hogy Isten képességében lenne hited. Szóval, Isten megáldotta Jóbot, de Jób félt, hogy Isten nem elég hatalmas, vagy nem elég hajlandó ahhoz, hogy megtartsa azt, amivel megáldotta Jóbot. Jób azt mondta, mert amitől remegve féltem, az megtörtént. Tudtam, hogy meg fog történni. Most látod? Oké. Tudtam. Ilyen volt Jób. Folytassuk. Nézzünk még valami mást. Látod most ezt a nagyszerű Jóbot? Nézzük meg a 26. verset. Nem voltam biztonságban. Hogy lehet, hogy Jób? Látod, milyen ember volt? Azt mondja, nem voltam biztonságban. Nyugtom sem volt. Nem voltam csendben sem. Még nyomorúság is támadt rám. Meg akarom mutatni, milyen életet élt Jób. Azt mondta, nem voltam biztonságban. Nem volt nyugtom. Minden alkalommal, amikor valami zajt hallottam odakint, kinéztem az ablakon. Azt mondta, nem volt nyugtom, és nem voltam csendben. Mindig elmondtam. Azt mondtam az embereknek, nem tudom, nem tudom. Nem voltam csendben. Folyamatosan beszéltem róla. Mégis nyomorúság támadt rám. De mi az előbb olvastuk, aki hallgat Istenre, az biztonságban lakozik. Ugye? És csendes lesz a gonosznak félelmétől. Jób azt mondta, nem volt biztonságban. Jób azt mondta, nem volt csendes a gonosznak félelmétől. Ezt mondta. De Isten valójában védelmezte Jóbot? Kiderítjük. Jób azt mondta, nem volt biztonságban. Lapozzunk az első fejezethez. Köszönöm, Úr Jézus!
Jobb azt mondta, nem volt biztonságban. Hallottad már valaha, hogy az emberek azt mondják, jön egy hang valahonnan, biztonságban vagyunk? Nem, nem vagytok. Addig nem, amíg így beszéltek. Tudod, amikor Krisztusnak adod a szívedet és újjászületsz, tudnod kell, hogy mi a tiéd Krisztusban, ismerned kell a jogaidat és kiváltságaidat Jézus Krisztusban, és utána tudnod kell, hogy hogyan használd a nyelvedet, testvérem. Hadd emlékeztesselek valamire. Mózes első könyvében. Amikor tanulmányozod az első, második és harmadik fejezetet, visszaemlékezel, hogy Isten teremtette az embert. Ő teremtette az embert a saját képére, emlékszel? Belehelyezte Ádámot és Évát az Édenkertbe. Megteremtette azt a kertet. Majd a kertben volt két fontos fa, megkülönböztetve a többitől. Ott volt az úgynevezett életfája. Az életfája az a fa volt, amiről ha az ember evett volna, soha nem halt volna meg. Majd ugyanabban a kertben volt egy másik fa. A jó és gonosz tudásának fája volt az. Tudod, valaki azt mondta, Isten azért helyezte oda azt a fát, hogy megkísértse az embert. Nem azért helyezte oda, hogy megkísértse, vagy próbára tegye az embert. Egyáltalán nem. Okkal helyezte oda. Ma nincs rá elég időnk, de tudod, Isten birákat fog támasztani. És ez volt az oka annak a fának. És az embernek nem kellett volna ennie abból a fából, mindaddig, amíg újra nem lett teremtve. De az ember nem tudta ezt. És követned kell Istent anélkül, hogy elvárnád tőle, hogy mindent elmagyarázzon neked. De minden esetre a sátán azon volt, hogy az ember ne csak megtörje Isten igéjét, és megtörje Isten törvényét, hanem egyen az élet fájáról is. Na most, miután Ádám evett a jó és gonosz tudásának fájáról, evett volna az élet fájáról is, olyanná vált volna, mint a sátán. Jóvá tehetetlenné. Örökre élt volna, mint egy bűnös. Érted ezt? És Isten nem lett volna képes megváltani az embert. Nem azért, mert nem lett volna képes megcselekedni, hanem az alapelv miatt. Dicsőség Istennek! A sátán tehát azt akarta, hogy az ember egyen az élet fájáról is. És ez volt az, amit Istennek meg kellett állítania, gyorsan odaküldött egy angyalt, hogy őrizze az életfáját, és megállítsa Ádámot, hogy szakítson arról a fáról. És Istennek száműznie kellett Ádámot és Évát a kertből. Szóval ebben a fejezetben Isten azt mondja nekünk, a harmadik fejezetben, amikor tanulmányozunk Mózes első könyvét, Istennek meg kellett állítania őket, hogy ne ehessenek az életfájáról, hogy meg lehessenek váltva. Hadd mondjak el valamit. Tudni akarod? Példabeszédek 15. Ott vagytok? Olvassátok együtt a negyedik verset, hangosan, egy-kettő rajta. Az egészséges nyelv, magyarban a nyelv szelítsége, életnek fája, az abban való hamisság pedig a szellemnek gyötrelme. Mit mond? Az egészséges nyelv mi? Életnek fája. Azt mondja, az egészséges nyelv az életnek fája. Az abban való hamisság pedig a szellemnek gyötrelme. Hadd mondjam el, miről beszél itt. Azt mondja, az egészséges nyelv, mit jelent? Mit jelent, hogy egészséges? Egészséges. Az egészséges, ugyanaz a szó, ugyanaz a héber szó, amelyet az
egészség leírására használnak a példabeszédek 4-ben, amikor olvasod a 20. verstől a 22. versig. Példabeszédek 4. fejezetében ugyanarról a héber szóról van szó. Látod? És azt jelenti, gyógymód. Azt jelenti egészség. Azt jelenti gyógyulás. Majd azt jelenti gyógyhatású. És a gyógyhatású szinoníma miatt, ezért találjuk a konkordanciás Bibliában, hogy a példabeszédek 4.22-nél megadja neked az orvosság szót, orvosság a testünknek. Miért? Mert az orvosság egy olyan anyag, amely állítólagos, vagy elfogadott gyógyhatással bír. Dicsőség Istennek! Amikor tehát azt mondja, egészséges nyelv, és ugyanazt a héber szót használja a mapét, a mapé egy héber szó a gyógymód kifejezésére, vagy gyógyhatást is jelent. Szóval azt jelenti gyógyhatású. Érted? Amikor tehát azt mondja, egészséges nyelv, akkor olyan nyelvet jelent, amely gyógyhatású. Egy ilyen nyelv életnek fája. Most hogyan lehetséges ez? Tanulmányozd a példabeszédek 4. fejezetének a 20. versétől újra. Azt mondja, fiam, az én szavaimra figyelmezz. Az én beszédemre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől. Tartsd meg ezeket a te elmédben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Mik? Az én szavaim. Isten szava. Élet azok számára, akik megtalálják őket. És mapei a testük számára. Micsodák? Isten szavai. Most Isten azt mondja, ha a nyelved tele van Isten szavaival, a nyelved az életnek a fája. A nyelved az életnek fája. A nyelv, amely Isten igéjét szólja, az életnek fája. Majd azt mondja, de a hamisság azt jelenti ferdeség. Mész erre, utána pedig arra. Ma jól beszélsz, holnap rosszul beszélsz. Ma pozitívan beszélsz, és másnap negatívan beszélsz. Ma a félelmet vallod meg, és holnap a hitet vallod meg. A következő nap pedig megint a félelmet, tehát kacskaringós életet élsz. Szóval azt mondja, a ferdesség, a nyelv ferdessége törés a szellemben. Mit jelent az, hogy törés a szellemben? Amikor áttörsz egy falat, egy lyuk keletkezik a falon. Gyerünk, figyelsz rám? Azt mondja, törés a szellemben. Ez azt jelenti, van egy lyuk a falon, van egy repedés, egy rés a falon. És valaki átmehet azon a résen. Ez ugyanaz, azt mondja, a kerítés ledőlt. Amikor ferdesség van a nyelvedben, amikor a nyelved következetlen az igazságot illetően. Halleluja! Köszönöm, Úr Jézus! Ez annyira életbevágó. Meg kell ezt értened, meg kell értened, meg kell értened. Meg kell értened. Rendben. Na most, emlékszel, hol is fejeztük be legutóbb, amit még nem olvastunk? Hol van? Jób könyvében. Oké. Oda fogunk jutni. Oda jutunk. Na most, a múltkor az elmélkedésről beszéltem, és elmagyaráztam nektek néhány dolgot. És a Józsué első fejezetében, a 8. versből, ahol azt mondja, el ne távozzék-e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról, angolban elmélkedjél. És elmondtam nektek, hogy a Hagár szó egyik szinonimája, amit gondolkodjálnak fordítottak, azt jelenti, hogy elképzelni. Emlékszel rá? Elképzelni. Vizualizálni. Dicsőség Istennek. Jól van.
És amikor elmélkedsz, akkor mormolsz. Beszélsz. Szólsz. Dörmögsz. Kiáltasz. Ez az elmélkedés egyre erőteljesebbé és erőteljesebbé válik. Na most, hadd mutassak valamit a Zsoltárok 15-ben. Zsoltárok 15. Ott vagytok? Szeretném, ha az első verstől olvasnánk. Azt mondja, Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Más szóval, ki járhat Isten dicsőségében? Ki járhat az ő jelenlétében? Ki járhat Isten kenetében? Kicsoda, kicsoda az? Kérdezi. Majd elmondja a második versben, figyeld meg, mit mond. Aki tökéletességben egyenesen jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Na, most ez az, ahol sokan eltévesztik. Nincs gondjuk azzal, hogy egyenesen járnak, nem okoz gondot nekik, hogy igazságban járjanak, igazságot cselekedjenek, nincs gondjuk ezzel, de problémájuk van azzal, hogy igazságot szóljanak, és szeretném, ha megfigyelnéd, hogy mit nem mond. Gyerünk vissza. Azt mondja, aki egyenesen jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem azt mondja, igazat szól a szomszédjával. Tisztában vagyok vele, hogy van néhány fordítás, amelyek értelmezése azt sugallja, hogy az igazat szólod valaki másnak. De sokszor ezek a konkrét fordítások azok, amelyek nagy mértékben átfogalmazzák azokat a megállapításokat. Jól van? Na most, ha tanulmányoznád az eredeti héber szöveget, egyáltalán nem azt mondja. Hanem pontosan azt, amit a King James-ben is mond. Elmagyarázom. Azt mondja, aki igazat szól az ő szívében, és ez egyáltalán nem arról szól, hogy beszélünk valakinek. Az Amplified fordítás világosan leírja. Kinél van itt az Amplified fordítás? Van valakinél? Köszönöm. Hadd olvassam el nektek az Amplified fordításból. Lapozz oda, kérlek. Zsoltárok 15. Második vers. Aki egyenesen és fedhetetlenül él is jár, igazságot és becsületességet cselekszik, és igazat szól és gondol az ő szívében. Igazat szól és gondol a szívében. Nem arról szól, hogy egy másik személyhez beszélünk, hanem hogy szólni és gondolni az igazságot a te saját szívedben. Ez az elmélkedés. Elmélkedés Isten igéjén. Azt mondja, ha Isten dicsőségében akarsz járni, ha Isten kenetében akarsz járni, ha akarod, hogy Isten ereje megnyilvánuljon az életedben, akkor igazságot kell szólnod a szívedben. Az igazságot kell gondolnod. Más szóval, elmélkedned kell Isten igéjén a te szívedben. Szólnod kell Isten igéjét a szívedben. A Biblia azt mondja, tanulj, hogy alkalmasnak bizonyulj. Tanulj, tanulnod kell. Jézus azt mondta, kutassátok az írásokat. Gondold az igazságot a szívedben. Tudod, ha nem gondolod az igazságot a szívedben, akkor szólni sem fogod az igazságot. Tudod, az igazság Isten birodalmában, az Isten fajta életben nem azt jelenti, hogy amikor arról az oldalról jössz, és megkérdezik, honnan jössz, akkor azt mondod, arról az oldalról, és akkor ez az igazság. Nem. Vannak tények, és vannak igazságok. Az igazság a valóság. Érted? Megállapítasz tényeket, és néhány tény nem igazság. Érted?
Az ige nem tényekről beszél. Sokan azt gondoljuk, tényekről beszél, de nem tényekről beszél, hanem az igazságról. Az igazság különbözik a tényektől. Egy tény lehet igazság. De az is lehetséges, hogy egy tény nem igazság. És most sokan közületek tényekben éltek. Hányatoknak van daganat a testében? Ez egy tény, igen. Ha vérmérgezésed van, ez egy tény. Az orvos azt mondja, ez van, ez egy tény. De ez nem igazság, testvérem. De Jézus nem azt mondta, megismeritek a tényeket, hanem azt mondta, megismeritek az igazságot. És az igazság szabaddá tesz titeket az élet tényeitől. Dicsőség Istennek! Ó, halleluja! Válaszd szét az igazságot a tényektől. Aki igazságot szól a szívében. Köszönöm, Úr Jézus! Halleluja! Dicsőség Istennek! Az igazságot szólod a szívedben. Valaki azt mondja rólad, tökfilkó. Te azt mondod a bensődben, nem vagyok tökfilkó. Egy lángelme vagyok, dicsőség Istennek. Tudom, hogy ki vagyok. Intelligens vagyok. Tudom, ki vagyok. Józan eszem van. Ne feledd el, a Biblia azt mondja, nem a félelemnek és a gyávaságnak a szellemét vettük, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józan észnek a szellemét. Józan eszű vagyok. Ne hívj engem bolondnak. Józan eszű vagyok. Az a gyermek nem egy tökfilkó, ha újjászületett, hanem józan eszű. Ne mondd a fiadra, hogy tökfej. Ne mondd a lányodra, hogy féleszű. Nem! Mutasd meg nekik, mit adott nekik Isten. Ne engedd, hogy bárki is lehordja őket. Te lehordhatod a gyermekeidet? Nem. Nem. Én ilyen szavakat mondanék rád, amíg... Dicsőség Istennek! Tudom, ki vagyok. Józan eszű vagyok. Érted ezt? Érted? Na most, ez a királyság egy alapelve. Igazságot kell szólnod a szívedben. Most Isten kijelentette az igazságot. Jézus azt mondta, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Na most, gyerünk, menjünk vissza Jób testvérhez újból. Készen állsz, hogy lásd Jóbot? Jób mondott valamit. Azt mondta, nem volt biztonságban. Nem voltam biztonságban. Nem volt nyugtom. És nem voltam csendben efelől. Mégis nyomorúság támadt rám. Jób, nem voltál biztonságban. Szóval úgy érted, Isten megáldott téged, és nem volt kész megvédeni, amit adott neked? Vannak, akik bizonyos dolgaikat félnek használni. Néhányatoknak van autójuk, amit félnek használni. Van házatok, és féltek belépni. Vannak ékszereitek, amelyeket féltek viselni. Honnan jöttek ezek a dolgok? Lehet, hogy nem Istentől. Az én részem kies helyre esett. Nyilván szép örökség jutott nekem. Köszönöm, Úr Jézus! Halleluja! Halleluja! Elutasítom a félelmet! Köszönöm, Úr Jézus! Látod Jóbot? Hey! A Jób első fejezetében, tudod, amikor a mindenható Isten párbeszédbe elegyedett a sátánnal, az első fejezetben, mielőtt a sátán megtámadta Jóbot, rendben, nézzük meg, mit mondott a sátán Istennek.
Nézzük meg, mit mondott Sátán Istennek. Istent és Jóbot illetően. 9. vers. Felele pedig az Úrnak a Sátán, és mondta, avagy ok nélkül féli-e Jób az Istent? Nem te vetted körül őt magát? Azt kérdezi, nem te építettél-e egy falat Jób körül? Honnan tudta ezt Sátán? Mert többször próbálkozott áttörni a falon, de nem tudott. Isten tehát védelmezte Jóbot. Jób azonban félelmet beszélt. A 10. vers. Nem te vetted körül őt magát, házát és mindenét, amilyen van, minden oldalról. A Sátán már mindenhol járt. Az összes oldalon próbálkozott. Nem tudott bemenni. Megáldottad. A Sátán most Istent vádolja. Keze munkáját megáldottad. Akik azt mondjátok, a bővölködés az ördögtől van, akkor hallgassátok, hadd prédikáljon nektek most az ördög. Az ördög vádolja Istent. Nem én áldottam meg Jóbot, te vagy az. Keze munkáját megáldottad, marhája igen elszaporodott a földön. Látod ezt? A Sátán ott volt, hogy megtámadja Jóbot, és rájött, hogy Isten egy kerítéssel vette körül Jóbot. Minden oldalról. Oda ment a házához, és nem talált módot, ahogy bemehetett volna. Jób mennyei védelem alatt állt, sehogy sem lehetett átjutni a védelmen. És a Sátán frusztrált volt, és elment. És Isten azt mondta, észrevetted-e az én szolgámat Jóbot? Bizony nincs hozzá hasonló a földön. Hűséges. És a Sátán azt mondta, avagy ok nélkül félié Jób az Isten. Úgy értem, ott voltál, falat építettél köré, ó, tudom, mit csinálsz, te megáldottad őt. Ezért beszél így. Jól van. Ezen a ponton tévesztik el néhányan. Hadd mutassak meg valamit. A 11. versben. A Sátán azt mondta, de bocsássad csak rá a te kezedet, verd meg mindazt, ami az övé, avagy nem átkozi meg szemtől szembe téged. Na most, sokszor az emberek elfelejtik, hogy amikor olvasod a Bibliát, a 12. vers nem szükségszerűen a 11. vers után következik, mintha azonnal megtörtént volna. Tudod? Bum! És megtörténik. Érted? A 12. versben a Biblia azt mondja, az Úr pedig mondta a Sátánnak, ímé mindaz, amilyen van a kezedben van, a kezedbe adom, csak ő magára ne nyújtsd ki kezedet. És kiméne a Sátán az Úr elől? És tudod, a problémák elkezdődtek Jób életében. Na most hadd mutassak valamit. Amikor Isten azt mondta, ímé mindaz, amilyen van, a kezedben van, mit akart ezzel Isten mondani? Hogy átadja Jób áldásait az ördögnek? Persze, hogy nem. Isten nem ezt tette. Azt kérdezed, honnan tudod? Mert Isten nem szegi meg a szavát. Körbevette Jóbot. Isten nem azért épített kerítést Jób körül, hogy lerombolja azt. Isten nem tesz ilyet, mert Isten soha nem cselekszik az igéjével ellentétben. Kérdezed, honnan tudod? Arról az Istenről, aki azt mondta, ne hazudj, azt gondolod, hogy ő hazudik? Úgy véled, Isten hazudik? Arról az Istenről, aki azt mondta, a lélek, amely vétkezik, meghal, azt gondolod, hogy vétkezik? Oké. Hadd mutassak valamit. Prédikátor könyve, 10. fejezet. Hallom, hogy néhányan Ecclesiastesnek angolul nevezitek, de nem Stis, hanem Tis. Ecclesiastes, prédikátor, 10. fejezet. The Lord thy God in the midst of this mighty mind, he will say he will rejoice over thee with joy. He will rest in his love, he will rest in his love, he will joy over thee with singing. He will rest in his love, he will rest in his love, he will joy over thee with singing.
Prédikátor könyve, 10. fejezet. Az 5. verstől olvasom nektek. Pontosabban olvasuk együtt az 5. verset. 1-2 rajta. Aki vermet ás, abba beesik, és aki a gyepűt elhánja, megmarja azt a kígyó. Még egyszer. Aki vermet ás, abba beesik, és aki a gyepűt elhánja, megmarja azt a kígyó. Aki a sövénykerítést ledönti, megmarja azt a kígyó. Szóval Isten nem fog ledönteni egy kerítést, mert ő azt mondta, aki a sövénykerítést ledönti, azt elkapja az ördög. A sátán jogalapot kap, hogy átmenjen egy ledöntött kerítésen. Ha te magad építetted volna a kerítést, az más eset lenne. Itt minden bizonnyal szellemi dolgokról van szó, mert nem te vagy az, aki felépítette a kerítést, nem rólad beszél. Azt mondja, aki vermet ás, abba beesik. Nem úgy érti, ha vermet ásol valaminek, nem. Nem rólad beszél, szellemi értelemben mondja. Amikor bajt okozol valaki másnak, azt mondja neked, te kerülsz bele abba a bajba. Aki a sövénykerítést ledönti, megmarja azt a kígyó. És a Biblia a sátánt az ősi kígyónak nevezi. De mi van a sövénykerítéssel, amit Isten Jób köré épített? Ki döntötte le? Jób volt az. Nemrég olvastuk. A nyelv ferdessége törés a szellemben. Egy lyuk keletkezik a falon. Ezt látta Isten, amikor azt mondta a sátánnak, lásd, ímé, mindaz, amilye van a kezedben van, de ne érintsd az életét. Istennek az ő irgalmából korlátoznia kellett a sátánt. Isten nem adta oda Jób javait a sátánnak. Jób adta oda az ő javait a sátánnak. A nyelve ferdessége által. Azt mondta, nem voltam biztonságban, de biztonságban volt. Még az ördög is tudta, hogy Jób biztonságban van. Isten megáldotta Jóbot, és ha Isten megáld téged, akkor gondoskodik is rólad. Látod már Jób problémáját? Félt. A félelmet mondta ki. Halleluja. Halleluja. Tudod, valamikor az emberek felteszik maguknak a kérdést. Azt akarja ezzel mondani, hogy úgy értem, hogy olyan, mintha vádolni akarnálak téged bármiért, ami történt a házadban, vagy az életedben. Én nem vádollak. Azt mondom, felelősségteljes vagy. Hadd mutassak valamit. Akarod látni? Jól van. Lapozzunk az 1 Timóteushoz. 2 Timóteushoz. Mutatni akarok valamit. 2 Timóteus, 2. fejezet. Olvastad már? Biztos vagy benne, hogy olvastad már? Jól van. Hadd olvassam a 24. verstől. Huszonnegyedik vers, az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas. Hey, te, aki az Úr szolgája vagy! A Biblia azt mondja, nem torzsalkodhatsz, hanem légy nyájas. Nem csak a jó és kedves emberekhez, hanem mindenkihez. Légy biztos abban, hogy ezt magaddal viszed. Mindannyian, akik az Úr szolgái vagytok, ti nem az Úr szolgái vagytok?
ne harcoljatok senkivel. Rendben? Legyetek nyájasak. A Biblia azt mondja, ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Tudod, mit sugalmaz ez? Hogy a jó erősebb, erőteljesebb és nagyobb befolyással bír, mint a gonosz. A gonosz emberek azonban ezt nem tudják. Azt gondolják, amikor gonosz vagy, mindig nyersz. Semmiképpen sem. A jó erőteljesebb a gonosznál. Isten ezt mondta, a gonosz jóval győzd le. Ez lehetséges. Egy másik alkalommal majd beszélünk erről. Jól van. Most, az igéje azt mondja, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes. 25. vers. Aki szeliden, figyeld meg, mit mond, a 25. vers nagyon erőteljes, nagyon tanulságos. Aki szeliden fenyíti az ellenszegülőket, húzzátok alá az ellenszegülőket, elmagyarázom majd nektek. Ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére. 26. vers. És felacsúdnának az ördög tőréből. Felacsúdnának. Mit mond itt? Felacsúdnának az ördög tőréből. Ha az ördög megtámadta az életedet, ha az ördög megtámadta az otthonodat, ha az ördög bármit megtámadott, ami veled kapcsolatos, Isten elvárja, hogy ocsúdj fel abból a csapdából. Nincs szükséged senkire, hogy imádkozzon a szabadulásodért. Érted ezt? Ami azt jelenti, hogy te kijöhetsz belőle. Azt mondja, ocsúdj fel, állj helyre! Ocsúdj fel az ördög tőréből! Ha csapdába estél, állj helyre belőle! Nézd meg, az ige azt mondja, és felocsúdnának az ördög tőréből, akiket fogjul ejtett az ördög akarata. Ocsúdj fel belőle, állj helyre belőle! Szóval, amikor szabadító szolgálatot tartunk, akkor a bűnösöket kell megszabadítanunk. Mert a keresztények a szabadítók. És ha bármilyen oknál fogva alárendelted magadat a démoni elnyomásnak, a Biblia azt mondja, ocsúdj fel belőle, állj helyre, gyere ki belőle, dicsőség Istennek! Hé, ez dicsőséges! Tudod, mit jelent ez? Azt jelenti, egyszerűen kisétálhatsz az ördög feltségterületéről bármikor, amikor úgy döntesz. Gyere ki saját magadtól! Gyere ki a betegségből! Sétálj ki a betegségedből! Gyere ki a félelemből! Nem kell imádkoznod és böjtönöd, hogy kijöhess belőle! Hallasz engem! Egyszerűen sétálj ki belőle! Jöjj ki a kötelékekből! Gyere ki a szegénységből! Egyszerűen jöjj ki! Kérdezed, de hogyan jöjjek ki? Valóban ki akarsz jönni belőle? Igen! Rendben! Nagyon egyszerű módja van! De hogyan? Csak tedd meg! Tudod mit? Ezt úgy nevezik, öltöz az álláshoz, öltözd úgy, amivé válni akarsz. Hé, hey, mivé akarsz válni? Milyen akarsz lenni? Öltöz az álláshoz. Emlékszel arra a hölgyre, akinek nem született gyermeket 13 évek körülbelül, és aztán született 13 év után egy lánya, valahogy így 13 éve. Nem vagyok biztos benne, hogy jól mondom, de valahogy így. És bizonyságot is tett. És akart egy második gyermeket, de nem lehetett neki. Azután vette az igét az egyik alkalom alatt. És elhitte, hogy csoda történt vele. És otthon bizonyságot tett. Úgy kezdett el járni, mint egy állapotos nő. Ezt úgy nevezik, öltöz az álláshoz. A hölgy azt mondta, úgy viselkedett, mintha terhes lett volna. Úgy járkált, mintha állapotos lett volna, és még nem volt állapotos. De úgy cselekedett, úgy tett. Azt mondta magának, hogy állapotos vagyok. És úgy is lett. És gyermeke született. Így kell ezt csinálni. Úgy értem, ez olyan, mint bármelyik történet a hitről a Bibliában.
Öltöz az álláshoz, ilyen módon jöhetsz ki. Jöjj ki az ördög tőréből. És mondod magadnak, még én nem végeztem vele, nevezz annak magad, aminek Isten nevez téged. Ha félelemben éltél, mondd azt, Jézus Krisztus nevében elutasítom a félelmet. És mostantól fogva, hittel beszélj. Én egy sikeres Isten, sikeres gyermeke vagyok. Egy bővölködő Isten, bővölködő gyermeke vagyok. Dicsőség Istennek. Igazságban járok. Isten dicsőségében járok. Érted, miről beszélek? Egyszerűen kijössz az ördög kötelékéből. És mindaz, amit tenned kell, hogy igent mondasz az új személyiségednek. És ez alapján cselekszel. Hadd mutassak valamit. Mi volt Jób? Valaki azt mondja, rendben. Mit kellett volna Jóbnak tennie? Igazságot kellett volna beszélnie. Igazságot kellett volna gondolnia. Isten azt mondta, aki pedig hallgat engem, biztonságban lakozik. Hallgatsz Istenre? Ó, igen. Jól van. Akkor biztonságban lakozol. Nem lehet, hogy hallgass Istenre, és ugyanakkor azt mond, nem vagyok biztonságban. Szóval azt mondod, hallgatok Istenre, és ezért biztonságban élek. És csendes vagyok a gonosztól. Csendes vagyok a gonosznak félelmétől. Nem járok félelemben. Ó, köszönöm, Úr Jézus! Köszönöm, Úr Jézus! Köszönöm, Úr Jézus! A Biblia azt mondja, az igazságnak útjában van élet, és az ő ösvényének útja halhatatlanság. Ezért az én ösvényemnek útja halhatatlanság. Nincs rajta halál. Azon az úton, amelyen utazom, nincs halál. Látod ezt? Az utamon élet van, az ösvényemen nincs halál. Köszönöm, Úr Jézus, nincs halál az ösvényemen. Járok, utazok, és szárnyalok. Nem számít, hogyan teszem, nincs halál az ösvényemen. A nyelved az életnek fája, használd! Készen állsz rá? Tudod, hogy aki ma vagy, annak az eredménye, amit kimondtál tegnap, a mostani életed annak az eredménye, hogy hogyan beszéltél az elmúlt években. A beszéded által kerültél oda, ahol most vagy. A beszéded miatt tartasz ott, ahol vagy. A példabeszédek 27-ben, a 19. versben a Biblia azt mondja, mint a vízben egyik orca a másikat megmutatja, úgy egyik embernek szíve a másikat. Angolban pedig ezt mondja, ahogy a víz visszatükrözi az ember arcát, ugyanúgy az ember szíve visszatükrözi az ember személyiségét. Bámulatos. Azt mondtam, bámulatos. Ezt meg kell értened. Mire utal ez? Azt mondja, amikor belenézel a vízbe, látod az arcodat, tudod, visszatükröz téged. Az ige azt mondja, ugyanúgy a szíved, a szellemed visszatükrözi a személyiségedet. Na most, amikor a szellemed veszi Isten igéjét, és megtermi számodra, amivel táplálkozol, ezért mondta Isten, hogy elmélkedjünk. Azt mondta, a siker a szellemedben van. Szóval elmélkedj az igén. Elmélkedj az igén. Na most Isten igéjének van képessége, isteni képessége arra, hogy berepítsen téged az életed következő szintjére. Figyelj! Például, ha tanuló vagy, miközben olvasod a tankönyveidet, munkába kell állítanod Isten igéjét. A verseny nem a gyorsaké, és a csata sem az erőseké. Szóval mit fogsz tenni, amikor elkezded olvasni a tankönyveidet, szükséged van Isten igéjére? Szólnod kell Isten igéjét, mert Isten igéje az, amelynek megvan az ereje, az isteni képessége arra, hogy tartós sikert adjon neked. Állandó sikert. Ajtókat fog nyitni számodra. Jó indulatot, kedvezést hoz az életedbe.
És következetesnek kell lenned. Figyelj, nincs bukás Isten gyermeke számára, aki az ige fényében jár. Nem vallhatsz kudarcot. A kudarc nem lehetséges. Nem vallhatsz kudarcot. Tudod, Isten igéje nem vall kudarcot. És amikor ráállsz az igére, hordoz majd téged. Halleluja, halleluja, halleluja. Most, amit mutatni akarok, az az, hogy használnod kell a nyelvedet. Képezni fogod magadat, képezned kell magadat. Tudod, a nyelvedet Isten nem azért adta, hogy fagylaltot nyalj vele. A nyelved nem az étkezésre szolgál. Néhányan csak bla-bla-bla-bla-bla-ra használjátok a nyelveteket. Napkeltétől napestig beszéltek. Amíg ki nem fáradtok. Csak beszéltek, 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 amíg ki nem fáradtok. Nincs több beszéd. Csak mondod, mondod, mondod. A szomszédeid már ismernek, mert már reggeltől elkezded. Átkiabálsz a kerítésen. Jó reggelt, szomszéd! A szomszéd a másik oldalon. Hello! Hello! Éjjel-nappal el vagy foglalva. Most nem számít, hogy most már van egy okostelefonod. És sokan okostelefonnal mennek a fürdőszobába. Bajban vagy. Mondom neked. Milyen telefonhívásra vársz? Az élet megváltozott. A fürdőszobában az okostelefon, a mellékhelyiségben okostelefon. Tudod, néhány embert nem tudok megérteni. Az állandó cimboráddá vált. Indulnál is... a telefonom. És mindenkit felhívsz, hogy megad nekik a telefonszámodat. Abban az esetben, ha el szeretnél érni a telefonszámom, blablabla, hívsz valaki mást, kérlek, írd le a telefonszámomat, mert várod, hogy hívjanak. Mit akarsz? Az életed megváltozott. És sok pénzt költesz a telefonodra. Én nem telefonálok, csak fogadom a hívásokat. Oké. Továbbra is fogadj hívásokat. Folytasd. Nem fogadsz szellemi információt, csak azokat a hívásokat, amelyek zavarják az életedet. 20 telefonhívás naponta, minek? És ezek a telefonhívások pénzügyileg nem életképesek. Ez az igazság. Csak hívogatnak és zavarnak téged. Szia, csak tudni akartam, hogy elérhető vagy-e. Rendben, szia, szia. Hasztalan telefonbeszélgetések. Nem értékeled az idődet. Hasztalan hívások. Csak hogy elmondják, szia, nem láttalak 2 hete, csak tudni akartam, hogy vagy. Isten áldjon, jó vagyok. Isten áldjon, szia. Hasztalan telefonbeszélgetések. Minden alkalommal, amikor csörög a telefon, nem számít ki hív, milyen telefonszám, csak te akarsz. Azt érzed, hogy fontos vagy, ugye? Valami nincs rendben veled, próbálom neked elmondani. A Biblia azt mondja, áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. Ne vesztegesd el az idődet. Ne vesztegesd az idődet. A sátán harcol az idődért. Ne vesztegesd. Szükséged van valamennyi szabad időre. Ne vesztegesd el. Valamennyi időre, hogy felkészítsd magadat az élet következő szintjére. Időre, hogy elmélkedj, hogy megragadj egy ötletet Istentől. Szükséged van időre, hogy kapd valamit Istentől. Érted ezt? Nem arról beszélek, hogy bármit is kér tőle, hanem hogy iránymutatást kapj tőle. Kell idő. Hogy legyen egy ötleted. Halleluja.
Elmondhatok nektek valamit? Akarjátok? Elmondjam? Rendben. Jakab. Gyorsan lapozunk Jakab leveleihez, csak egy kicsit is. Aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Jézus Krisztus napjára. Amen. Igen, ő elvégzi. Dicsőség Istennek. Azt mondtam, ő elvégzi. Amen. Jól van. Most nagyon gyorsan. A Biblia megmutatja nekünk a nyelvünkben rejlő erőt. Isten azért adta a nyelvedet, hogy kormányozd az életedet, mint egy kormánylapáttal. Tudod, mi az a kormánylapát? Egy fémpenge a hajó fenekén, a víz alatt. Rendben? És bármikor, amikor a kormányos, a hajókapitány elfordítja a kormánykereket, a penge, ami a hajó fenekén van, a víz alatt, megfordul, és irányt szab a hajónak. A hajó méretéhez viszonyítva, az a penge nagyon kicsike, de az irányítja a hajót. Ezt használja a hajókapitány, hogy irányítsa vele az egész hajót. Ez csak egy víz alatti penge. Dicsőség az Úrnak. Az élet fájaként kaptad a nyelvedet. Ez a nyelv meghatározza számodra, hogy milyen életet fogsz élni. A nyelved az, amely által az élet egyik szintjéről a következő szintjére léphetsz. A legtöbb dolog, amit most látunk a szolgálatunkban, olyan dolgok, amelyekről évekkel ezelőtt azt mondtam, hogy meglesznek. Mondtam, hogy szerezd meg egy felvételt. A tanítás címe a profécia emberei. Ez egy fontos tanítás. Talán majd tudok keríteni rá időt, hogy még egyszer elmagyarázzam nektek. Kerítek rá időt a napokban. Az üzenet témája, hogy megértést adjon arról, hogy profécia által vagyunk alkotva. A profécia fontosságáról szól, a profécia erejéről. Hogyan lehetséges, hogy Isten csak a profétai szavak által vezet bennünket. Most nem arról van szó, hogy elmész és keresel valahol egy profétát, hanem rólad van szó. Használnod kell Isten igéjét, hogy megváltoztasd az életedet. Használnod kell Isten igéjét, hogy meghatározd az életed irányát. Használnod kell Isten igéjét, hogy meghatározd az egészségedet. Használnod kell Isten igéjét, a bővölködésed érdekében. Használnod kell Isten igéjét a védelmed érdekében. Az ige használatáról van szó, hogy megelőzz tragédiákat az életedben. Használnod kell Isten igéjét. Hadd olvassam el nektek. Az első verstől. Harmadik fejezet, Jakab levele. Atyám fiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletük lesz. Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, na most ez a második vers, nagyon fontos, elmagyarázom nektek, figyeljetek. Nagyon figyeljetek. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Képes az egész testét is megzabolázni. Vagy képes az egész testét is kontrollálni. Az ige azt mondja, ha beszédben nem vétkezel, tökéletes ember vagy.
Azt mondja, olyan ember vagy, aki képes vagy irányítani az egész életedet is, irányíthatod az egész testedet, ha nem vétkezel beszédben. Most szeretném, hogy megfigyeljünk valamit. Ezúttal a logosz szót használja. És okkal használja itt a logosz szót. Elmagyarázom nektek. Azt mondja, ha valaki logoszban nem vétkezik, az tökéletes ember. Létezik egy másik szó is, amit használhattak volna itt, a logosz helyett. De Isten gondosan nem azt a szót választotta, hanem a logoszt. Néhány angol bibliafordításban egy másik szót használnak, ami az angol megfelelője lehetne annak a másik szónak, amiről beszélek. Mindjárt elmondom, mire gondolok. De Isten nem azt a szót használta, és ezt okkal tette, és ezt akarom elmagyarázni nektek, hogy megértsétek az erejét ennek a versnek, és hogy hogyan alkalmazzátok a saját életetekben. Dicsőség Istennek! De most tudod, mondhatod, hogy én nem szeretem a görögöt és a hébert, de vannak bizonyos dolgok, amelyeket tanítanunk kell. A Biblia bizonyos magyarázatokat igényel, az egyes angol szavak félreérthető természete miatt. Olyan szavak is lehetnek a Bibliában, amelyeket az egyik fordítás másként fordít, mint a másik. Dicsőség Istennek! A görög és a héber szavak azonban tudomásunkra hozzák, hogy vannak különbségek. Nem kell memorizálnod őket. Érted ezt? Jól van. Szóval az ige azt mondja, ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Most, ahhoz, hogy megértsük, amit itt mond, fontos odalapoznunk a János 8. fejezetéhez, ahol ezt a két görög szót használták. Majd az angol nyelvben is megfelelően értelmezték számunkra, hogy megérthessük a különbséget közöttük. Készen álltok? János 8. fejezete. És olvasom nektek a 43. verstől. Ott vagytok? Azt mondja, Jézus beszél itt, miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat. Észrevettétek ezt? Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat. Majdnem olyan, mint a szófecsérlés lenne, de nem az. Azt mondja, miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat. Azt mondja, nem értitek az én beszédemet. Mert nem hallgatjátok az én szómat. Az én szómat. Na most, a beszédnek fordított szó a lalia, ami glossolalia szóból ered. Rendben? Lalia, beszéd. Mit jelent ez? A lalia hangot fejez ki. Egy történetet jelent. Szavak sorozatára utal, amelyek összeállított kifejezésekből állnak. A szavak kiejtésére utal. Amelyből meghatározhatod, talán a beszélő anyanyelvét. Szóval ez csupán egy beszéd. Tehát azt kérdezi, miért nem értitek az én beszédemet? Azt mondja, mert nem hallgatjátok az én szómat.
Na most, az itt szereplő szó a logos, azt jelenti jelentéssel felruházott szó. Jelentéssel felruházott szó, kiejtés. Kijelentést tartalmazó kiejtés. Ez a logos. Szóval azt kérdezi, miért nem értitek az én beszédemet? Szóval beszéddé vált, azt mondja, csak szavakat hallotok, és nem értitek. Puszta szavakat hallotok. Az állításaim csak úgy elszállnak, nem ragadtok meg belőle semmit. Ezt mondja itt Jézus. Ez azért van, mert nem tudjátok megérteni a jelentését, sem megragadni a kijelentést. Szóval a logosz kijelentést tartalmaz. Most Jakab levelében, ahol azt mondja, ha valaki logoszban nem vétkezik, az tökéletes ember. Ami azt jelenti, hogy nem arról beszél, hogy hogyan ejtett ki a szót. Ezért mondja, hogy a betű öl, de a szellem életet ad. A szellem ad életet. A betű, a puszta írott törvény, de van egy szellem az írott törvény mögött. Érted már? Az a szellem az, aki életet ad. Ezért volt, hogy amikor Mózes hallgatta Isten törvényét, életet adott az neki. Amikor Isten elmondta a törvényt Mózesnek, a törvény életet adott neki. A Biblia azt mondja, amikor Mózes elhagyta Isten jelenlétét és lement a hegyről, Isten dicsősége volt rajta. Mert hallgatta Isten igéjét. Az ige életként jött hozzá. Azután átadta az igét Izrael fiainak, és ők beszédként kapták meg. Érted a különbséget? Szóval az ige azt mondja, ha valaki beszédben nem vétkezik, és itt nem a puszta beszédről van szó. Az angol amplified fordítás értelmezésében és néhány angol fordításban a puszta beszédre utaló szót használják. De nem helyesen, mert a puszta beszéd a görögben a lalia, és itt nem a laliáról, hanem a logoszról van szó. Ha nem vétkezel a kimondott kijelentés szavában, amikor beszélsz, kell, hogy legyen benne kijelentés. Azt mondja neked, amikor nem vétkezel a szavakban, amelyek nagyon erőteljesek, hogy hatással legyenek az életedre, akkor tökéletes ember vagy. Amikor tehát elkezded kimondani a félelmet, akkor a félelem kijelentését mondod, és hibát követsz el. Kijelentés van benne a félelemről. Logosz a félelemről, szóval ne beszélj a félelemről. Ezt mondja neked. Amikor elkezdesz félelemről beszélni, azt mondja neked, hey, a kijelentés szinterén mozogsz, bajban vagy? Nem mondhatod, hogy félek. Nem tudom, mi fog történni velem. Félek, amitől igazán meg fog történni. Vesd ki ezt a szót a szótáradból. Ezt mondja neked az ige, mert kijelentés van benne a félelemről. Azt mondod, aggódok, félek. Ne mondd ezt, ne használd a félelem szót, ne mondd, hogy félsz, mert kijelentés van mögötte a félelemről. Érted most már? Azt mondja neked, amikor kimondod a félelmet, már nem a lalia szintjén vagy, hanem a logosz szintjén mozogsz. Kijelentés van mögötte a félelemről. Ne beszélj félelmet, szólj hitet. Ne mondd ki a kétségeidet. Szólj hitet. Szóld a bizonyosságot. Egy pillanattal ezelőtt azt mondtam, hogy mondd, intelligens vagyok. Mondd ki. Miért mondtam ezt? Mert kijelentés van mögötte. Józan elmém van. Soha ne fogadd el, ha bárki bolondnak nevez téged. Nem kell harcolnod azzal az emberrel, hanem beszélned kell az igazságot a saját szívedben. Elmélkedj rajta, mondd ki! Senkinek ne engedd, hogy kudarcosnak nevezzen. Miért? Mert tudod, a Biblia azt mondja, amint ő van, úgy vagyunk mi is ezen a világon. Sikeres vagy! Nem mondd, még nem értem el semmilyen sikert. Nem, nem. Értsd meg, hogy ebben az életben, figyelj rám, ez a királyság, amelynek a részese vagy, a történet már el lett mesélve. A Biblia azt mondja Jézusról, a könyv fejezetében írva vagyon rólam, hogy cselekedjem, ó Isten, a te akaratodat. Szóval Jézus belépett abba, ami meg volt írva róla, hogy betöltse azt. Azt mondja, ezek a dolgok voltak megírva rólam. Szóval vannak dolgok, amelyek meg vannak írva rólunk. A Biblia azt mondja, dicsőséges dolgokat beszélnek felülette Istenek városa. A Sionról beszél. Azt mondja, dicsőséges dolgok vannak megírva felüled. Ezek a dicsőséges dolgok rólad lettek kimondva. Te vagy Isten városa.
Szóval most csak beléphetsz abba, amit már beszéltek felőled. Betöltöd az elhívásodat. Ha elbuksz, nem Istentől van. Figyelj rám, a rendeltetésed ebben a könyvben van benne. Azt a mindenit. Hogyan nyomatékosíthatnám jobban számodra? A sorsod nem az országot határozza meg, ahol tartózkodsz. A rendeltetésedet nem a jelenlegi kormány határozza meg. A rendeltetésedet nem a családod neve határozza meg. A rendeltetésedet nem az iskolázottságot határozza meg. A rendeltetésedet nem az határozza meg, hogy szereztél-e valamilyen oklevelet. A rendeltetésedet nem az állásod határozza meg. Nem is a férjed, vagy a feleséged, vagy a gyermekeid. A rendeltetésed már le lett fektetve ebben a könyvben. Az ige azt mondja, ti Istentől származtok fiacskáim. Istentől származunk. Az eredeted Istenben van. Az ige azt mondja, és legyőztétek azokat. Nem próbálsz győzedelmeskedni. Nem győzedelmeskedni fogsz. Hanem azt mondja, már legyőzted azokat, mert nagyobb az, aki benned van, mint az, aki e világban van. Halleluja! Halleluja! Ó, köszönöm, Úr Jézus! Dicsőséges dolgokat beszélnek felüled, te Istennek városa. Beléptem az örökségembe. Isten dicsőségének a világosságában járok. Benne járok most. Jézus nevében. Egy sikercsomag vagyok. Bővölködésben járok. Igazságban járok. Tudod, az igazság a születési jogom. Érted ezt? A születési jogom. Az igazság a születési jogom. Igaznak születtem. Halleluja! Ugyanúgy, a bővölködés a születési jogom. Királynak születtem. Halleluja! Amikor újjászületsz, Isten képmására születsz. Isten életével, isteni természettel születsz meg. Az isteni természet részese vagy. Nem egy kudarc vagy. Nem szenvedhetsz vereséget. Soha többé nem lehetsz szegény. Miért? Mert van örökséged Jézus Krisztusban. Halleluja! Tudom, ki vagyok. Megtaláltam a helyemet. Dicsőség Istennek. Dicsérjük és magasztaljuk őt. Halleluja! Dicsérjük és magasztaljuk őt. Köszönöm, Úr Jézus!